Tehát az a kérdés, hogy hogyan ejtették a sumer szavakat, és mennyit tudunk erről, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És az igazság az, és ez a nyelvrokonitást nyevrokon, eleve lehetetlenné teszi, hogy kevesebbet tudunk erről, mint azt mondjuk a közvélemény gondolná. Ez egy gyakorlatilag az, amit ma mi sumer kiejtésként rekonstruálunk, ez egy tudományos konvenció. És ezt azért a szakmán belül tudjuk is, hogy ez biztosan nem az, amit ejtettek. Nem pontosan tudjuk, hogy, hogy, hogy hogyan hangoztak a sumer szavak, és a most az, ez egy viszonylag új kutatási irány. Már a 30-as években és a 70-es években is megpiszkálták ezt, hogy pontosan hogy is vannak a magánhangzók kapcsán, főleg hogy, hogy is vannak ezek a, ezek a sumer magánhangzók. Most már a mással hangzók kapcsán is vannak problémák, ugyanis például csak egy dolog, ami azért elég jelentős, az újabb kutatások arra utalnak, hogy a Sumerben nem volt zöngés-zöngétlen opozíció. Tehát nem volt az a típusú ellen, szembenállás a, a hangoknak, amit mi BP, DT, stb., hanem ahelyett valami más volt eredendően, és az akkád nyelv erős hatására került ez az opozíció bele. De hogy ez az eredeti opozíció mi volt, azt nem tudjuk. A magánhangzóknál meg talán még egy fokkal rosszabb a helyzet, mert az újabb kutatások eljutottak arra, hogy a mostani konvenciónk, az átírási rendszerünk, amely négy magáhangzót rekonstruál a sumerre, az biztosan rossz. De még csak abban sem vagyunk biztosak, hogy mennyi volt, de a 7 meg a 9 sem tűnik irreálisnak. Tehát, tehát föl nem csak az a kérdés, hogy ez es vagy ez van a végén, hanem az is kérdés, hogy az a g benne az valójában például nem egy helyzetes k -e. Tehát vannak ezzel komoly problémák. Ami a rokonítás szempontjából ebből nagyon fontos, az az, hogy így nem lehet rokonítani. Tehát ha egy, egy fonémaállomány nem áll a rendelkezésünkre, amit össze tudunk vetni aztán más hangállományokkal, akkor nem igazán van a kezünkben eszköz arra, hogy rokonítsuk.